Tovább indultam, egész jó kis tábor helyen volt, de egész éjjel felváltva jöttek a viharok, meg még reggel is. Úgyhogy most ilyen viszonyok közepette mászom meg a Klausenpasst. Most egyáltalán nem tragikus az időjárás, de most éppen egy ilyen viharszünet van. Ebben a beszögellésben lehet a hágó. Van még azért néhány száz méter szinten. Jó 500, vagy még több, kicsivel. De unatkozni nem fogok, az biztos. A nap is kisüt, de kérdés, hogy meddig. Ha szerencsém van, akkor sokáig. Nagyon szép hágó út. A felső szakasz is jócskán bővelkedik szerpentin kanyarokban. Izgalmas tekerés. Mi több, nagyon látványos. Odaföntről a gleccserekből zubognak lefelé a vízesések. Látszik is az egyik gleccser.
ott vezet szemben föl az út. Nagyon izgalmasan hangzik a dolog. Úgy tűnik, hogy a völgy legfelső szakaszát egy mormota őrzi, és tartja szemmel, hogy minden rendben legyen. Hát a motorosokat sajnos ő sem tudja elküldeni. És megérkeztem a hágóra. Ez itt a hágó túloldala, meglehetősen zord. Viszont legalább nincs hőség. A gurulás nagyon szép, de a szél az dobál össze-vissza. Két kézzel kell markolni a kormányt. Teljesen leereszkedtem Klausenről Altdorfba. Csaptam egy kis bevásárlást, mert megcsappantak a készleteim. Utoljára még Ausztriában vásároltam be, hogy ne a frankot kelljen költeni. Az idő nem túl jó, de ahogy elbeszélgettem a boltos nénivel is, mihez képest, azt mondta, hogy nem svájci embernek való az, ami volt az elmúlt napokban. Szóval most már nincs 35 fok.
nagyon kellemes a hőmérséklet. Csapadék szempontjából meg majd kiderül. Olyan jó 500 méterre gurultam le, még kicsivel az alá is, tehát azért megint lesznek majd kapaszkodni valók. A főúton tartok délfelé, alattam kanyarog az autópálya alagútról alagútra, illetve a vasút is. Nem sokáig megyek délnek, aztán ismét nyugat felé fordulok, a Susten Pass irányába. Ezt nevezem én képnek. Viszont az ég az kevésbé kék. Zalagútban megtettem egy kanyart, előbb onnan filmeztem ezt a hidat.
Amikor 2011-ben érkeztem erre a környékre, akkor fogalmaztam úgy, hogy ez egy csomópont. Ha az utat megnézzük, akkor is látjuk egy nagy 8-ast formáz. Hát olyan digitális 8-ast, vagy hogy mondja. De a lényeg az, hogy akármerre megyünk, nagy hágókba botlunk, akkor ebben a 8-asban pont az ellenkező oldalról léptem be, délnyugatról, most északkeletről, ott a Grimsel pász alatt haladtam el, és a Furkát másztam meg, aztán meg az Oberalp pász. Most a Susten pász következik, 2259 méter magas, majd utána Grimselt is szeretném megmászni majd, ami már egy kicsit ismerősebb hágó, mert ugye nagyon jól beláttam a hágó útját, a Furkára menet. És akkor ebben a 8-asban még ott van a Nufenen pász, a Gotthard pász is, szóval van bőven megmászni való érdekes és szép kaland. Viszont az eső elkezdett esni, és egyáltalán nem kecsegtet semmi jóval. Ami azért különösen rossz, mert még meglehetősen alacsonyan vagyok. 1400 méteren, szóval ez izgalmas lesz. És nem is biztos, hogy feltétlenül örömteli, de majd kiderül. Na, abból a jégből aztán rendesen jönnek lefelé a zubogók. Esik bizony, sajnos esik. Továbbra is, most éppen nem annyira, az előbb jobban esett. Ott az út, egy oldalban. Teljesen monumentális az egész. Messze még a 2000 méter is. Na most meg kisütött a nap. Bár lehet, hogy csak hazudozik itt nekem a jó öreg égi test. De most minthogyha azt mutatná, hogy egy picit javuló félben van az idő. Na most már nagyjából belátom, hogy hogy is lesz ez. A hágó úta egy oldalban. Továbbra is csöpök, bár a nap is időnként kisüt. Egy kis félköríves panoráma. Bármerre néz az ember, gleccserekbe ütközik a tekintete.
még itt szemben is. Próbált a nap a kedvembe járni szegény, de ezzel már ő sem boldogult. Összezáródtak a felhők. Túl vagyok az első komolyabb záporon. Itt a Hágó út legfelső részén már. Megint van egy kis esőszünet. Gondolom nem tart sokáig. De 2100 méteren vagyok már, úgyhogy hajrá! Kicsit még meg kell nyomni, aztán fönt leszek. Ez a felső rész, ez nagyon szép, tényleg. Magas hegyi, kanyargós, szerpentines. Ott készítettem az előző snittet. Ez szóval a legfelső része a Hágó útnak. 2200 méteren vagyok. Célegyenes következik. Tehát abból az irányból jöttem. Még a Hágó előtt át kell kelnem ezen az alagúton. Ez itt maga a Hágó, óriási hegyekkel, nagy felhőkkel, bőven van még hó, a gyerekek itt hógolyóznak. Gurulás közben azért megtanulok kesztyűbe dudálni, az biztos, mert szél az erős, hűvös is van már. A nap mindig megpróbálja összeszedni az erejét, de szegény, nem sokra megy. Nagyon szép, ennek ellenére nagyon szép ez az egész itt. Tábla szerint csak 2224. Na de annyi baj legyen. Következzen a gurulás. Innert Kirchen falucskáig gurulok most le. Szétfagyok, az biztos, de izgalmas. A Hágó túloldalán valósággal parádéznak a gleccserek. Félelmetes és egyben valami fantasztikus. Egészen hihetetlen. Ott fogok gurulni. Úgy tűnik, hogy elég meredek lesz. És itt a völgyben már odalent is kiszúrtam az utat.
Unatkozni nem fogok. Ezt azért szögezzük le. Na most így szemből is az a Steingletscher, az a másik a Steinlimmi-Gletscher, és az a csúcs a Gwächtenhorn 3425 méter magas. Már 1800 méteren vagyok. Azért lefelé menet melegszik az idő. Ezt nem bánom annyira. Arrafelé világosodik is az ég.